Péthürdő elődjének a neve már 1120 évvel ezelőtt megjelent, mégpedig Anonymus 1100-as években keletkezett Gesta Hungarorumában, amikor 900-ban errefele jártáltak a honfoglaló magyarok. Majd 1082-ben első Szent László királyunknak egyik oklevelében is szerepel, majd 1244-ben már ennek a településnek kőtemploma volt. Pét, mint falu, így hívták akkor, Pét, mint falu, 1586-87-ig létezett, mint falu, majd a török elpusztította. És egészen a 19. század első harmadáig körülbelül pusztaként szerepelt, majd megtalálták azt a Hévíznek nevezett gyógyhatású forrásokat és vizeket itt Péten, a péti településen, amiből aztán szép lassan elindult a település újrafejlődése. 1913-ban Pétert Pétfürdőnek nevezte át a magyar közigazgatás, és a 1928-29 tájékában elkezdték tervezni a Magyar Honvédelmi Minisztérium Pétfürdőre azt a gyárat, amely gyakorlatilag a mai napig fennáll, létezik, igaz, hogy most már két gyárteleppel, majd 1931-32-ben megindult ennek a gyárnak a termelése, amely elsősorban hadiüzemként is központi katonai nyilvántartásokban szerepelt két okból. A mészammonsalétrom gyártása robbanóanyag alapanyagként szerepelt, valamint a gyár mellett, gyárral, a nitrogén művek, a gyárral kapcsolatos területen a Péti Kőolajipari Vállalat működött. Ami még nagyon lényeges, hogy a magyar államhatalom, az osztrák-magyar monarchia részeként, hát tevőlegesen részt vett az első világháborúba, amelyet vesztesként hagytunk el, és ennek következtében meglehetősen aljas módon a trianoni békediktátum, a trianoni úgynevezett békeszerződés, kérem szépen, amely a Nagy Magyarországot egyharmadára csökkentette. Ezt követően ugye megindult a gyár termelése, és mint hadiüzemként, mint említettem, szerepelt és működött. És természetesen egyfajta revansista, tehát visszacsapós okból Magyarország részt vett a második világháborúban is, röviden, tömören, természeténél fogva, de hát ezt történelemből tudjátok, a második világháborút is vesztesként fejezte be, és amikor 1944-ben az Egyesült Államok is belépett a második világháborúba, akkor az angol száz, amerikai angol haderő több partraszállás után Olaszországot is elfoglalta, amelynek következtében az olaszországi légtereket elsősorban katonai célra lefoglalta, és óriási mennyiségű katonai támadógépeket telepítettek oda, amelyek 1944. június 14-én több havi katonai tervezés, katonai felderítő munka eredményeképpen megtámadták a német-magyar fennhatóság alatt levő elsősorban üzemanyagtároló és üzemanyag termelő munkahelyeket, mégpedig azért, ugye, hogy minél kevesebb lehetősége legyen a német haderőnek üzemanyaghoz jutni.
Először is megtámadták a román ploieszti üzemanyag lefejtő és termelő gyárat, majd utána megkezdték a magyarországi finomítóknak a támadását, Lispei olajmezőt, amit említette a felvezetésben az igazgatóasszony, Szőnyt, Komáromot, Pétfürdőt. A péti kőolaj megtámadása kulcsfontosságú volt a második, egyik állomása kulcsfontosságú volt a második világháború minél előbbi befejezésének. Ezért történt a június 14-i támadás. 41 halottunk lett ennek a támadásnak. A bocsánatot kérek a szóért eredménye, mert ezt az amerikai hadi jelentések is így hozták ki. Civil áldozatok, román munkaszolgálatosok, légvédelmi katonák és egy háztartásbeli asszony is a halottak között szerepelt. Lényegében ezeknek a halottainknak az emlékére és ennek a maga módján barbár támadásnak az emlékére szoktunk június 14-én összegyűlni és egy kis megemlékezést tartani. Az egész pétfürdői történelemnek szoros része volt, hogy napra pontosan egy hónap múlva, július 14-én, ugyanígy a Fiorinói légitámaszpontról felszállt az angol-amerikai légierő, igen nagy része, de szerencsére összehasonlíthatatlanul kevesebb veszteséget okozott Pétfürdőnek, úgy a gyárnak, mint a civil lakosságnak. A második támadás során halálos áldozat nem történt, nem volt, és hát elsősorban a légi irányításnak a eredménytelensége, egyfajta tehetetlensége folytán a második támadásnak a bombaterhét, ami olyan 170-180 tonna körül volt, mert összesen a két támadás során 465 tonna bombát dobtak le Pétfürdőre és a környékére. A második támadás az a Pétfürdő-Berhida közötti területet érintette, úgyhogy gyakorlatilag ott semmilyen kárt ugye nem tudott okozni. Talán egy kicsit befejezésképpen, hogy próbáljam szemléltetni, az egyik legérdekesebb az az eredeti térkép, amely a június 14-i úgynevezett nagy támadás, nagy bombázásnak az eredményét mutatja a területen. A kis fehér körök azok a felrobbant bombákat, a kis fekete körök, mint ez is, azok pedig a fel nem robbant bombákat pontosítják helyszín szerint. Egy nagyon fontos dolgot kell még elmondanom, hogy a péti gyárvezetés annak idején felkészült a támadásra, mert a német-magyar hadvezetés is tudott róla, hogy a közeli időben támadás fogja érni a péti gyár komplexumot, tehát a kőolajat is és a nitrogénműveket is. Ezért óvóhelyeket létesített már ideje korán, és ha a Berhidai úton sétálunk, és az úgynevezett Murva-bányai kanyar buszmegállójában szembenézünk a Murva-bányával, az alatt egy nagyon-nagyon komoly óvóhely volt, és ha úgy vesszük, még van is, de jó rész már beomlott. Ez a térkép szemlélteti azt, az óvóhelynek az elrendezését, és a gyárból a menekülési útvonalakat. Van még egy óvóhely itt Pétfürdőn, mégpedig itt közel hozzánk, az úgynevezett Hősök terei,
Az én gyerekkoromban még belső telepi óvóhelyről beszéltünk, amely elsősorban a igazgatósági épületből, amely itt volt, ez az az épület szembe velünk, az igazgatósági épületből menekülő tisztviselőket és mérnököket fogadta be. Itt ezen a területen. A beszéd után a kiállítást tekinthették meg az egybegyűltek. Az emlékmű koszorúzásával és virágok elhelyezésével zárult a rendezvény.